hallgatóinkat, ez a baon.hu podcastje, és a mai adásban az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival beszélgetünk. Ők voltak azok, akik többet magukkal Kecskemétről elutaztak törökországi Antakia városába, ahol 7,8-as erőségű földrengés gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé a várost. Vendégünk az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület két alapító tagja, Kovács Andrea és Balázs István, aki egyébként az Egyesület parancsnoka is. Üdvözlünk, Péter, és üdvözöljük a kedves hallgatókat is. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Azért egy párszor már interjúztunk, jó pár eseményen találkoztunk már, de legfőképpen gyerekek körében. Most pedig egy egészen új környezetben kellett helytállnotok. Hogyan jön egyébként a ti profilotokba az, hogy ti egy katasztrofa sújtotta helyre menjetek segíteni? Egy évvel ezelőtt volt egy minősítő gyakorlat, amin a mi egyesületünk is részt tudott venni, és könnyű romkutatási, városi kutatómentés, járási mentőcsoport, Kecskemét járás mentőcsoportja, és abban ugye a Heroes Rescue Egyesülettel, közösen az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, ez a könnyű városi kutató mentő minősítő gyakorlaton vettünk részt, ahol gyakorlatilag a feltételezés egy földrengés volt. Tehát ugye a Heroes Rescue Team, ennek ugye van a Mogyi kutya, a kutató mentő, a kereső kutya, és az ő feladata volt ugye az eltűnt személyek felkutatása és jelzése élő személyeké, és ugye az emberi tényező, tehát a Mogyi kutya segítőiként, mi pedig ugye a kimentésben, a sérültnek a mozgatásában vettünk részt. Esetleges tereprendezésében, ugye, hogyha nem lehetett könnyen hozzáférni az idézőre sérült személyhez, akkor ugye az alapfeltételeket mi teremtettük meg a legjobb tudásunk szerint. És így került az egyesületünk képbe. Február 9-én a délelőtti órákban megcsörrent a telefonom, a Heroes Rescue Team elnöke, Trencsényi Péter hívott, hogy szia Pisti, van egy lehetőségünk, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat keretén belül el tudjunk indulni a törökországi földrengéshez, tudtok-e jönni? Természetesen gondolkodás nélkül igen, mondtam erre a lehetőségre, felkérésre, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 10 perc alatt le tudtuk zongorázni a mi egyesületünk részéről, hogy kik azok, akik biztosan fognak tudni jönni. Nagyjából fejbe akkor már elkezdtük összeállítani, hogy mik lehetnek azok a technikai eszközök, szakfelszerelések, amikre nekünk szükségünk van, amit érdemes kivinni, mi az, amivel egyáltalán fölengednek bennünket a repülőgépre, hiszen azért vannak olyan hidraulikus, robbanómotoros szakfelszerelések, amiket nem lehet fölvinni, és azzal nem is próbálkoztunk, hiszen csak saját magunkkal szúrtunk volna ki, mert felesleges terhet viszünk, de gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 10 percen belül az egyesületünk tagjai teljesen készen álltak az indulásra. Jó, a csomagoláshoz azért kellett egy kicsivel több idő, de egy óra alatt szerintem mindenki össze volt csomagolva, nőként még én is. Ugye a nőknek egy picit tovább tart ez a csomagolás, de itt ugye nagyon adott volt a környezet, ahová megyünk, tehát semmi olyas, mi nem kellett, ami nem odavaló, hajszárítóra gondolok, vagy egyéb dolgokra, ugye a ruházat, amit már tudtunk, hogy ugye milyen ruházatot fogunk magunkkal vinni, tehát így azért egy órára sikerült összetömöríteni ezt a nagyon gyors összecsomagolást. És akkor indultatok is Pestre, a Ferihegyi repülőtérre gondolom. Kikkel mentetek? A Heroes Rescue Team tagjaival mentünk föl közösen, és kecskeméti részről 11 fő képviselte a Heroes város, valamint a legnagyobb hős, a Mogyi kutya, hiszen az ő érdeme minden kint történt eset. Odafönt a reptéren, ugye már a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai vártak bennünket, és onnantól fogva ők irányították a becsekkolást, a repülőjegy, tehát ők intézték ezeket a dolgokat. Természetesen a délelőtt folyamán minden adatunkat le kellett adni, ugye mint
személyigazolvány, lakcímkártya, útlevél, tehát minden, ami a kiutazáshoz szükséges, hiszen, amint ugye parancsnok úr is mondta, 10 óra magasságában kaptuk ezt a telefonhívást, és a repülőnk 20 óra 20 perckor szállt fel a Ferihegyi reptérről, tehát nagyon gyors volt az ügyintézés is, és minden segítséget megkaptunk, hogy minél gyorsabban fel tudjunk kerülni erre a gépre, és minél előbb ki tudjunk érkezni arra a helyszínre, ahol ugye várták a segítséget. Mit hittetek magatokkal? Mondtad Pisti, hogy jó pár technikai eszközt. Isten igazából világító berendezéseket vittünk, zseblámpa, fejlámpa, speciális keresőlámpák, alapvető kisebb kéziszerszámok bontásra, hogyha arról van szó, kalapács, véső, mert ahogy ez be is igazolódott a kinti munkálataink során, másra nagyon nem is volt szükségünk. Ott a helyszínen voltak nagyobb eszközök, munkagépek, kézi eszközök, ugye, ami elektromos árammal működtek, ezeket is ugye ott meg kellett oldani nagyon sok esetben, ugye, mivel nem volt elektromos áram, hosszabbítóval és aggregátorral volt ez megoldva kint a helyszínen, de ugye tőlünk, mint ahogy majd szerintem el fogunk érkezni ahhoz a ponthoz is, ugye tőlünk a megerősítést várták, hiszen még kutyás kutatómentőként mentünk, és ott nagyon várták a kutyás csapatokat, hiszen ha már korábban volt egy hangjelzés, vagy egy hőkamerás jelzés, a kutyák tudták megerősíteni, hogy ott ténylegesen van-e élő személy, de ne szaladjunk ennyire előre, szerintem. Itt azon gondolkodok, hogy milyen jóslásszerű volt a ti minősítő vizsgátok, nem? Hogy földrengés következményei között tettétek le a minősítő vizsgát, vagy hát azt szimulálták. Készültetek? Vagy hát, hogyha arra gondolunk, mi ugye láttuk a televízióba, a rádióba, az újságokban, tehát ugye azért mindenhol szó volt a törökországi nagy erejű földrengésről, de mi szerintem nem gondoltuk azt, hogy mi ki tudunk jutni erre a helyszínre. Tehát amikor jött ez a telefonhívás, és tényleg gondolkodás nélkül igent mondtunk, gyakorlatilag igazándiból akkor éreztük a valóságnak a súlyát, amikor leszálltunk az első járművről, amivel kiérkeztünk a konkrét helyszínre. Nem is a repülőről beszélek, hanem amikor az első Antakya városában az első helyszínre megérkeztünk. Igen, mert ahogy mentünk kifelé, ahogy az adanai repülőtérről, a helikopter elszállított bennünket Hatály tartományába, és ugye Hatályba szálltunk le. Ott már láttuk a helikopterről is, hogy igen, valóban tényleg az van, amit a média is mutatott, de levegőből teljesen más volt. Láttuk, hogy utcák vannak összedőlve, teljesen romokba áll az egész város, egy közel 500 ezer fős nagyvárosról beszélünk. Viszont amikor már az utcákon sétáltunk, és gyakorlatilag az épületes, vagy az emeletes középmagas-magas épületek szemmagasságban voltak, vagy még attól jobban összedőlve, azt az érzést azt nem lehet szóba elmondani és leírni, azt megtapasztaltuk mi is. De beavatkozások szempontjából, ugye ahogy már az előbb is elhangzott, az volt, hogy amit a megadott címekre mentünk, ahogy meg volt adva a feltételezett cím, oda a felosztott kis egység, akik öt főből álltak, ugye az esetünkben a Mogyi Kutya, a Petiék és az Egyesületünkből alakítottunk egy ilyen ötös kis fogatot, a Mogyi, Peti, ők mentek a megadott címhez. Én nekem tűzoltóként az volt a feladatom, hogy megítéljem azt, hogy abba az épületbe be lehet-e menni, vagy nem. Természetesen nem vagyok statikus, senki nem volt statikus kint közöttünk, és te igazából olyan szintű sérülések voltak az épületen, hogy úgy beszéltük meg a Petivel, hogy csak olyan helyre engedjük be a Mogyit is, ahova mi is bemegyünk. Volt rá lehetőség, hogy azt mondtuk, hogy nem, azt nem fogjuk bevállalni semmilyen szinten se, hiszen azért a kiérkezésünktől számított, a tényleges helyszíni kiérkezésünkre számított, itt körülbelül egy másfél órán belül meg is volt az első utórengés, amit mi nem is érzékeltünk úgy, akik közvetlenül benn voltunk a romok között, hanem ő Andiék szóltak, hogy gyertek, mert mozog a föld. Ilyenkor azért van egy ijegység, nem? Tehát, hogy benn van a társad, jön a... Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy, mint Kecskemétnél a Széchenyi városról beszélünk, és ott bementünk egy udvarszerű helyiségbe, de ott az udvaron egy, hát kb. Egy első emeletnyi romhalmaz volt, és azt körülvették a 7-8 szintes házakból, amik megmaradtak.
Tehát gyakorlatilag azok 3-4 szintes házak voltak, és a vízszintes és a függőlegesnek a fogalma elveszett, mert meg voltak dőlve mindenféle irányba, felénk is, oldalra is, valamint az épületeknek volt olyan, amikor a fele leomlott, a fele pedig ott maradt, tehát beláttunk az épületekbe. És ugye mi nem távolodtunk annyira el egymástól, hiszen pont az volt a lényeg, hogy folyamatos kapcsolatba legyünk, tehát ezért is volt az, hogy már az első pillanattól kezdve mindenkinek meg volt a feladata. És mindenki tudta, hogy mi a feladata, és ugye mi ennek a kupacnak, halmaznak a tetején álltunk, és a szembelévő épület és a kupac teteje, tehát ez a romhalmaz teteje között volt egy ilyen szakadékszerű, tehát egy ilyen nagyobb mélyedés, és ugye nekik oda kellett lemenniük, mi viszont fent maradtunk ott, és ugye közben mi is néztünk és figyeltünk, a török mentőegység, ők pedig mögöttünk álltak, hiszen várták, hogy a kutya mit fog visszajelezni. Mert hogyha a mogyi jelez, az élő embert fog jelezni, és ugye ez volt a feladat, hogy élő emberre vártuk a jelzést, és ahogy fent állsz ott, és ugye az elején elmondják, hogy ugye igen, utórengésekre lehet számítani, kell is számítani, de nem tudsz úgy felkészülni rá, hogy ugye vársz, hogy mikor lesz utórengés, hanem azt egyszer csak megérzed. Tehát arra nem lehet előkészülni, felkészülni, számítani rá, hanem csak érzed, és akkor ugye ott, akik mi fent voltunk, az volt a feladatunk, hogy a lent lévőknek szóljunk, hogy most azonnal, hiszen az ő fejük fölött ott volt több ilyen lógó beton darab. És ugye nem fogod tudni, hogy az megindul, nem indul meg, jobb az, hogyha ők onnan eljönnek. És akkor így, de egyből jöttek is, és mi egy munkagépnek a közvetlen közelébe álltunk. De ilyen, hogyha szemléltetni szeretném, akkor az olyan, mintha áll valaki, és két vállánál ilyen oldalirányú mozgásba elkezdi lögdösni azt az embert, ilyen oldalirányú mozgás, de nem lehet összetéveszteni semmivel. És te milyen az, amikor ott vagy lent? Mi van olyankor a fejedben, azon kívül gondolom, hogy kimensd az ott embert? És igazából az ember a feladatra koncentrál. Semmi más nem lebeg a szemek előtt, két dolog, a társa és a saját maga testi épsége, ettől fontosabb nincs. Az már nagyon nagy baj, amikor a mentőszemét kell menteni, úgyhogy ezt végig így történtek a beavatkozások, hogy amikor mi bementünk, lementünk, fölmentünk a romos területekre, mindig ez volt a legelső. Én úgy gondolom, hogy én a saját magam nevébe tudok csak beszélni, el tudok vonatkoztatni a külső tragédiák részéről az a tudat, hogy ott élő és vagy elhunyt személyek vannak. Nem, ott a legelső feladatunk az volt, hogy a Mogyinak és a Petinek a folyamatos biztos munkásságát tudjuk biztosítani. Nem kellett beavatkoznunk bontási munkálatokba, mert ahogy az előbb is elhangzott, a török mentőcsapatok folyamatosan ott voltak mögöttünk. Vagy előttünk mentek hangdetektorral, hőkamerával, és ők mondták, hogy akkor ide kérnek kutyát, vagy utánunk jöttek, és akkor ha a Mogyi olyan jelzést adott, akkor viszont abban a pillanatban ők is rá erősítettek a hangdetektorra, hogy biztos, hogy megtörténje a beavatkozás, és Isten igazából a kiemelési munkálatokat azt mi nem tudtuk végig figyelemmel követni, hiszen rengeteg sok címre kellett mennünk. Hogy történt az, hogy kijelölték a ti munkaterületetek? Mi alapján jelölték ki, egyáltalán hol kaptatok ti eligazítást erről? Amikor mi megérkeztünk, ugye Budapestről Isztambulba, Isztambulból mentünk tovább Adanába, és Adanában kaptuk meg azt a helyet, ahová nekünk mennünk kell, hiszen az első csapat, a Magyar Református első csapata már ott kint volt ezen a helyszínen, és ez volt Hatály tartomány, és itt pedig a csendőrség épületénél volt kijelölve egy ilyen központi vezetési pont, az ottani katasztrófa védelemnek a vezetési pontja, és oda kellett fizikálisan első körbe megérkeznünk. Ott megérkeztünk, hát ez már ugye a hajnali kora reggeli órákra tehető,
Ott lepakoltuk a felszerelésünket, minden egyéb dolgot, amit ugye vittünk magunkkal az útra, és gyakorlatilag ekkor egy 19 fős csapat körvonalazódott ott ki, 4 kutyával. Tehát ez volt a mi teljes csapatunk. Csak kecskemétiek, vagy nem, nem, az ország több részéről is, fővárosból, Debrecenből, most itt csak a teljesség igénye nélkül, de 19-en voltunk 4 kutyával. És ezért volt az, hogy 5 fős csapatokra, tehát 4 csapatunk lehet, 5 fővel és 1-1 kutyával. És akkor itt ezen a központi irányító helyszínen, ugye a csapatunknak volt egy vezetője, ő mindig ment oda az eligazítási pontra, és akkor ott megkaptuk a címeket. Első körben egy nagyobb területet kaptunk, és azt kellett ugye magunk között felosztani, és úgy átvizsgálni, viszont ahogy fogyott az idő, abban tekintetben, hogy ugye egyre inkább telt az idő, és egyre inkább kevesebb volt az esély arra, hogy illő személyt találjunk a romok alatt, akkor volt az, hogy akkor már nem egy nagyobb területet kaptunk, hanem konkrét címeket. Tehát ez azt jelenti, hogy reggel felszálltunk egy katonai járműre, ott kaptunk mellénk egy katonai embert, ugye, katonai embert, bocsánat, aki ugye kontaktban volt az eligazító bázissal, és az összes beérkező hívást, ami arról szólt, hogy élő emberre utaló jelet találtak, akár hőkamerásat, akár hanghatásosat. A hanghatásos ugye lehetett hangszonáros, vagy pedig kopogtatás, mert ugye kiabálásra, kopogtatással még több helyszínen tudtak válaszolni a romok alatt rekedtek, és hogyha volt ilyen konkrét cím, akkor konkrétan oda mentünk, mert tényleg voltak kutyás egységek, de szerintem, hogyha sokkal többen vannak, akkor is kevés lett volna, tehát az a kutyáskeresés egy nagyon drága kincs volt ott kint a helyszínen, abban a tekintetben, hogy amint meglátták, hogy kint vagyunk a helyszínen, egyből jöttek oda hozzánk segítségért, megerősítésért. Vagy pozitív, vagy negatív, de valami. Valamit szerettek volna tőlünk hallani. És ezt mindig elfogadták. Akármi is volt a kutatásnak a végkimenetele, mindig elfogadták. Nem győzöm azt hangsúlyozni, és gyakorlatilag a legelső Facebook posztunkban is kiírtuk azt, hogy mekkora szeretet van irányunkban. Tehát amikor elhangzott az első kérdés, hogy where are you from, csak ugye mondtuk, hogy Hungarian, akkor visszanéztek ránk, hogy kicsoda, és a török tolmács, aki a csapatunkban volt, ő mondta, hogy Magyarisztán. És onnantól fogva ezt, hogy megtudták, hogy Magyarisztán, idézőjelben minden kapu kinyílt előttünk, de itt a minden kapu alatt ugye a szeretet kapujára lehet gondolni, de az érzés, hogy szeretek, hogy megtudták, hogy úristen, magyarok vagyunk, és kutyával vagyunk, és számomra, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és nagy tanulás volt abszolút szakmai szemmel, az hogy a 21. században ott kint a kutatás mentés során gyakorlatilag a legmodernebb felszereléseket használták, hogy akármi történt, idézőjelben, amit a kutya mondott, tehát amit a kutya jelzett, azt mindenki elfogadta. Senki nem kérdőjelezte meg, sem hangdetektorral, sem semmivel, hogy tényleg ennyire pótolhatatlan a kutyáknak a tudása, a szaglása, és az a tudás, amit ők képviselnek egy mentés során. A kutya az meghallja, vagy kiszagolja? Vagy mind a kettő? Vagy kiszagolja. Ebben nem szeretnék belemenni. Annyira sajnos nem ismerem a mentőkutyáknak a működési elvét, de az egészen biztos, hogy szaglás alapján történik az ő részükről a keresés. Ki voltatok a helyszínen? És tehát milyen hogy lehet azt feldolgozni mentálisan, hogy ti ott vagytok egy gyakorlatilag egy városnyi építési törmelék halom közepette, ami ráadásul rátok is életveszéllyel van, és gyakorlatilag alatta tele van élő vagy holt emberekkel. Milyen gondolatokkal, érzésekkel voltatok ezzel a ténnyel szemben? Gyakorlatilag megérkezel, és Isten igazándiból kapsz egy feladatot. Ott látod, hogy mi van magad körül, látsz mindent, érzékelsz mindent, de tudod, hogy mi a feladatod. Az érzelmeket ilyen esetben azért valamilyen szinten ki kell zárni, és csak a feladat szabad koncentrálni. Ahogy az elején is elmondtam, két dolog. A mentendő személynek a mentő személynek az óvása,
és attól fontosabb nincs. Tehát folyamatos koncentrációt igényel az, hogy mi a feladatod, hogyan tudod ezt megvalósítani, és ugye, hogyha van valami visszajelzése a kutyának, akkor azt elmondod a helyieknek, de neked már menned is kell tovább. Tehát nem tudod azt megvárni, hogy mi lesz ott utána. Abban még ugye minden esetben kérték a véleményünket, hogy hogyan tudnak oda hozzá eljutni, ahová jelzett a kutya, de nem tudtuk megvárni azt, hogy ők fizikálisan tényleg hogyan tudnak eljutni hozzájuk. De mondom ezt, hogy folyamatosan az van, hogy feladat van, még csinálod, és már jön is a következő. És ez gyakorlatilag reggeltől késő estig, éjszakáig. Tehát egyik pillanatban csak azt veszed észre, hogy lement a nap, és hideg van. És hogy ment le a nap? Semmi átmenet nem volt. Napközben 14-15 fok, ahogy elindult a nap lefelé, onnantól fog, hogy már amit vitt ki magával az ember, az próbált mindent fölvenni. Látszódott a lehelletünk. Délután 4 órakor látszódott a lehelletünk, hajnal 1 órakor, amikor beestünk a sátorba, akkor az első éjszaka -4-6 fok között volt a hőmérsékben. Sőt, volt, amikor mondták, hogy -9 volt, de hát ugye megérkezel egy mentési nap után, meglátod a sátrat, persze ott még beszélgettünk, de az volt, hogy bejuss el a sátratba és aludjál, ameddig lehet, mert holnap is ki kell menned a helyszínre. Mennyi volt egy ilyen mentési nap, mennyi időt töltöttetek egy nap a romok között keresés? Hát reggel ugye megkaptuk a feladatot, már a helyszínre kijutás sem volt egyszerű, mivel ugye az utak sem voltak annyira jól járhatóak, és ezáltal a jobban járható utakra összpontosult az összes forgalom. És ugye azon eljutni nem nagy távolság volt a sátortáborunktól be Antakya városának a központjába, de az út mégis nem azt mondom, hogy rögös volt, de sokáig tartott sok esetben, mert próbálták ugye hangjelzéssel is, de ott folyamatosan szirénázó mentőautók, tűzoltóautók, rendőrség, katonai jármű, tehát ez folyamatos zaj volt, úgymond, és minden mentőegység próbált gyorsan előre jutni, hogy minél előbb kiérjen az adott helyszínre. Ez változó volt, hogy mennyi idő alatt, de nem volt egyszerű. Többfajta járművel volt, amikor kis busszal, volt, amikor katonai járművel, volt, amikor lestoppoltunk kamiont, és annak a platóján utaztunk, tehát ezt mindig meg tudtuk oldani, és mindig igyekeztünk a leggyorsabb utat kiválasztani, hogy vagy odaérjünk, vagy vissza. És kint a helyszínen ugye azt gondolja az ember, hogy menni, mert minél több embernek van arra szüksége, hogy segítséget kapjon minél előbb, de egy picit azt a részét is mérlegelni kell, hogy másnap is ki kell menni oda a területre. Tehát igen, éjszaka volt, sötét volt, amikor beértünk, sok esetben nem is néztük az órát, hogy hány óra van, csak valaki mondta, hogy 00:30 van. Az még tegnap vagy ma, persze az már holnap volt, de ez is ilyen változó volt, de mindig este-éjszaka értünk vissza, és amit még ennél a résznél szeretnék elmondani, hogy ott azon a területen, ugye katonák is voltak elszállásolva, és az egyik este, amikor megérkeztünk, ugye náluk a sátraknál égett a tűz, ilyen kis tábortűz, és látták, hogy megérkezett a mi csapatunk, és nálunk nincsen tábortűz, és oda jöttek egy ásóval, és ástak nekünk egy kis gödröt, abba beletették ugye ezeket a fahasábokat. Fahasábokat, igen. Eltöldeszkelk, tehát is igazából, amit találtak a romok után, mert csak ezzel tudott mindenki fűteni. Ugye a sátorban nem volt fűtés, és ott gyújtottak nekünk egy kis tábortüzet, ugye mi megköszöntünk, próbáltuk velük beszélgetni, mert ugye ők törökül tudtak, de hát ugye volt török tolmácsunk, volt török-magyar tolmács is, török-angol tolmács is, tehát azért több nyelven tudtunk kommunikálni, és akkor egyszer csak elment ez a két katonaember, aztán visszajöttek egy teáskannával, és belerakták oda a tűzhöz, keresztbe raktak egy ilyen gerendát, arra rárakták, és főztek nekünk forró teát. És ez is a szeretet részénél, tehát hogy még erre is, hogy ők ugye úgymond itthon vannak, van nekik ez a kis teafőzőkannájuk, és ők főztek nekünk ott teát.
Szerintem soha olyan finom teát nem ittunk. Meg is hatottál most nagyon biztos. Az emlékből. Hát gyakorlatilag ez... Ez borzasztóan hiányzott, bár nem csak nekem, hanem azért a csapat 98%-ának, de szerencsére a Református Szeretett Szolgálat küldött ki ellátást több mint 10, azt mondták, hogy legalább 10 napra, de sokkal több mint 10 napra elegendő ellátmányt küldtek, és az ember egy kávérajongó is azért, a három az egybe kávénak is nagyon tudom De ott a helyszínen is, ahol volt a bázisunk, ugye, mivel a Református Szeretett Szolgálat ugye dobozokba becsomagolva vittük magunkkal a repülő, meg az első csapat is vitt magával, tényleg konzervektől kezdve mindenféle, tehát el voltunk látva élelemmel, nem volt olyan, hogy úristen, mit fogunk majd enni, nem, ott tényleg minden volt, elláttak bennünket, de a korábban kiérkező csapat mondta, hogy itt van lehetőség arra is, hogy a helyiek ott egy ilyen büfékocsit állítottak fel, és reggelit, és vacsorát, ugye az ő konyhájuknak megfelelő, számunkra sokszor ismeretlen ételek, de hát nagyon jól tud esni egy tál forró étel. Folyamatosan volt forró víz, abba teát készítettek, akkor ugye a három az egyben kávéhoz adtak ugye külön forró vizet, ilyen szívószálas üdítő, tehát ez folyamatosan. És hogyha amikor az utcán mentünk ugye a teherautó platóján, és ugye tudták, hogy mentőcsapat vagyunk, akkor kaptunk előre dobozolt kekszeket, ásványvizet. Hát csak azt láttuk, vártuk a sorunkat, a velünk lévő katona éppen kiszállt forgalmat irányítani, tudjunk tovább haladni, ott ücsörögtünk bent a platón, és egyszer csak azt láttuk, hogy jobbról-balról repülnek be a különböző ellátványok, fél literes ásványvíz, keksz, csoki jellegű, nagyon finomak voltak egyébként, azért azt szeretném hozzátenni, hogy úgy csak egyszer egy sima mentő csapat ott az utcán elment, és valakinél voltak ezek, és már hajgálták a helyek, abszolút a helyek, és semmit nem fogadtak el tőlünk. Én szerettem volna adni egy csomag kekszet, ott ücsörögtek ott egy páran, és megköszönték, mondták, hogy nem. Pedig oda lett mindenük. Oda lett mindenük, igen. Várták ők is ott vagy a csodát, vagy a megmásíthatatlan dolgot, de akkor is azért mondom, hogy az a szeretet, amit mi kaptunk kint, az tényleg az elmondhatatlan. Mi tudjuk, hogy nem vakációzni mentetek ki, de volt egyáltalán időtök pihenni, aludni pár órátok a két műszak között? Hát nevezhetjük alvásnak, meg pihenésnek, de kellemetlen dolog volt az, hogy az egyik esténken, nagyjából azt mondták másnap, a tolmácsunk mondta azt, hiszen ott született nem messze, és elmondta, hogy itt mindig is voltak földrengések, csak soha nem ekkora, és mondta, hogy körülbelül este, amit átéltünk, az egy ötös erősségűnek megfelelő földrengés volt. Másodpercekig tartott. Utórengés, bocsánat. Másodpercekig tartott csak az egész, de az annyira meghatározó volt, hogy feküdtünk a sátorba a földön, egy semmihez hasonló morajlás, megmozgósodott velünk ott a föld, és ennyi volt. Tehát azért úgy nem azt mondom, hogy ettől nem lehetett aludni, de azért úgy valahogy az ember mindig ébren tartotta az ilyesfajta mozgás, meg hát az, hogy gyakorlatilag a hajnal első sugaraival már jöttek is a helikopterek, és gyakorlatilag ott két perces időközökkel felszállás, leszállás és hozták a rengeteg egészségügyi ellátmányt, élelmiszereket, meg nem tudom, hogy segélyszállítmányokat, hogy az gyakorlatilag a nap első sugarával az utolsóig folyamatosan. És tényleg az egész város egy morajló, zúgó, szirénázó életet élt, igen, ahogy az elhangzott már a beszélgetésünk során, hogy ott egyetlen egy tized másodpercre nem volt csönd, kivéve amikor fönt voltunk a romokon, és az megint egy leírhatatlan érzés, élmény, hogy ez a morajlás egyszer csak egy fügyszóra, egy török hangra, vagy akár a mi sípszó, vagy akár a mi magyar kézjelzésünkre megállt az élet. Semmi más nem lehetett hallani, csak maximum az, hogy a távolba elmegy egy helikopter, meg a szirénázó autók, viszont ott a közvetlen közelünkben csönd lett,
Mert ez arra szolgált, hogy meghallgassák, hogy a külső hangjelzésre jön-e vissza bentről, vagy eleve a benti hangjelzésre reagáljunk, mert sikerült megélnünk egy ilyet is, amikor bentről jött ki a hangjelzés, és kintről gyakorlatilag, akik ott voltak a házuk mellett, vagy az összeomlott házuk mellett, vagy csak segítettek, csönd, és valami törökül. Én úgy emlékszem, mintha a tolmács azt mondta volna, hogy veled vagyunk testvér, teljesen egy kézmozdulatra ezt kiáltották. És utána hosszú-hosszú másodpercekig, vagy akár percekig csönd volt, és ha megjött a pozitív vagy negatív visszajelzés, akkor pedig újra nyüzsgő élet, mozogtak a gépek, meg folyamatosan bontották a törmelékeket, csak ezek a pillanatnyi kis megállások, amik tényleg percekig tartottak, de néha olyan volt, mintha egy óra hossza lett volna csöndben, mert mindenki a megszakított idegszálával várta, hogy milyen jelzés fog visszajönni onnan bentről, mélyről, vagy akár onnan is a romokon belülről. És ti találkoztatok ilyen jelzéssel? Voltatok olyan helyzetben, hogy élőt találtatok, és akkor közreműködtetek a kiemelésben? Az utolsó, akkor azt gondoltuk, hogy az napra az lesz az utolsó helyszínünk, de mint kiderült, az az utolsó előtti helyszínünk volt. Ott is még volt korábban pozitív visszajelzés, és ugye, ahogy elmondtam, 4 kutya volt a mi 19 fős csapatunknál, abban volt 2 kisebb testű, 2 nagyobb testű. És ugye mind a 2 kutya méret nagyon jól jött, ugye mert nem tudtuk, hogy mekkorák a rések, hogy miként férnek be, és ezt a helyszínt is ugye átvizsgált egy kisebb, meg egy nagyobb testű, ott kértünk egy járat bővítést, hogy könnyebben be lehessen férni, és amíg ugye az ottaniak hozták az eszközöket, és hogy könnyebben beférjenek ugye a kutyák, addig az épület romnak a másik oldaláról megérkezett egy társaság, hogy szeretnék a segítségünket kérni, mert előző éjszaka hajnalban az épület másik oldaláról még volt pozitív visszajelzésük, az ott lévők kopogással visszaválaszoltak nekik. Csak ugye azóta nem járt arra kutyás egység, ők ott dolgoztak a helyszínen, hogy eljussanak hozzájuk, de nem volt megerősítésük nekik. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor 2 kutyás egység ott marad, a másik 2 kutyás egység pedig átmegy erre a másik helyszínre. Átmentünk erre a másik helyszínre, és tényleg mind a 2 kutya külön-külön megnézte a helyszínt, és azt tudtuk a helyieknek mondani, hogy igen, pozitívat jeleznek a kutyák. Előtte ugye, mielőtt bementünk, mindig kikérdeztük az ottaniakat, hogy milyen visszajelzések voltak, hány fő, mire lehet számítani, tehát hogy hányan, az ő tudomásuk szerint hányan vannak ott, tehát így próbáltuk minél pontosabban bemérni a helyszínt, és ott azt mondták, hogy vélelmezhetően ott 2 ember van azon a helyszínen, egy házas pár. Ugye mi átadtuk ezt a számunkra is pozitív megerősítést, és őket is pozitívan erősítettük meg abban, hogy igen, ott élő emberek vannak, úgyhogy folytassák a keresést, de mint ahogy már említettük korábban is, már benne voltunk az éjszakába, és mi másnap hajnalban indultunk haza, tehát nekünk vissza kellett menni a táborba. Vissza is mentünk, úgy adtuk át a helyszínt, hogy igen, folytatódjon a keresés, mert ott élő személyeket jeleztek a kutyák. És ugye mi hazaérkeztünk, és hétfőn reggel 7:30 magasságába jött az a csodálatos telefonhívás, amikor is Törökországból felhívta a mi tolmácsunkat ez a kinti ember, akivel ott egész nap voltunk, hogy mindenféleképpen érje el a mi mentőegységünket, ugyanis ott, ahol az utolsó helyszínünk volt, és ahol 2 élő embert jelzett a kutya, még életbe 2 embert ki tudtak venni. Az egy házas párt, vagy legalábbis egy párt. Igen. És ugye a katonember azért ragaszkodott hozzá, hogy mindenféleképpen legyünk kiértesítve, mert hogy a férfi tag a párból ő hivatásos katona volt, és ennek az ő beosztottja volt, a párja pedig egészségügyi is dolgozó volt, úgyhogy ez volt a mi kis sikerünk Isten igazából. Természetesen az előttünk már az első etapba kiérkező egységnek is volt sikeres 3 fős mentése, úgyhogy összegészségében a kintartózkodásunk ideje alatt 5 fő volt az, akit életben sikerült kimenteni, kiemelni a romok közül. Meg ugye, ahogy mondtuk korábban is,
hogy amikor azt jelezte a kutya, hogy itt van élő személy, ott nekiálltak a bontásnak, és ugye mi már mentünk is tovább a következő címre, tehát azt nem tudjuk, hogy azoknak a mentéseknek mi lett a végkifejlete, de öt fő ténylegesen az a református szeretett szolgálat egységeiben kint lévő kutyáknak a jelzésére lettek megmentve. Ez elég felemelő érzés lehet nektek. Jó érzés, igen, abszolút, tehát azért nem érzi az ember azt, hogy nem is az, hogy hiába volt kint, mert ez egy nagyon rossz szó, mert ott, aki kint volt, a legkisebb munkálatok is valakinek egy csodával értek föl, mert lehet, hogy pont csak az egy téglát kellett ahhoz félrerakni, hogy onnan egy élő személy kikerüljön a romok alól, de mégis azért az embernek szüksége van a pozitív visszacsatolásra, és úgy gondolom, hogy lezárásképpen a mi kintli tartózkodásunk, ez ettől nem is lehetett volna jobb. Elég hirtelen kellett hazajönnötök, legalábbis erről szóltak a hírek, hogy miért kellett olyan gyorsan elhagyni a... Nem kellett gyorsan elhagyni a helyszínt. Ez úgy volt, ugye, hogy az első csapat, amikor kiérkezett, akkor ugye kialakult ez a helyzet, hogy még szükség van egy másik csapatra, akik ugye egy ideig együtt dolgoznak, és utána a második csapat váltásként kint marad. És ugye mi így is indultunk, hogy mi leszünk a váltás, úgymond, és abban a tudatban hagytuk itthon a szeretteinket is, hogy majd jövünk. Tehát nem volt meg az a fix időpont, első körben az volt, hogy a hét közepén második felén, de attól függően, hogy milyen feladatok lesznek, és hogyan alakul ez az egész, hiszen itthonról mi sem tudtuk, hogy mire számítsunk, milyen feladataink lesznek. És ugye ez ott a kintöltött idő alatt ugye körvonalazódott, és gyakorlatilag ez a kutatómentő szolgálat, amiért ugye mi kint voltunk a kutyákkal, ez úgymond a vége felé közeledett, hiszen akkor már egy hét telt el a földrengés után. Tényleges 6 napot töltöttük a földrengés után. És ugye mivel hogy az elején említettem, hogy mi egy ilyen vezetési ponton voltunk, és mindig ott kaptuk meg a feladatot, és úgy egyeztettük a napi feladatokat is, ugye azon az előző estén, amikor ugye visszaértünk, akkor mondták, hogy reggel fog eldőlni, hogy Isten igazándiból mi maradjunk-e még, tehát hogy van-e arra esély, hogy még élő személyt, de ezt ugye a kintiek döntik el teljes mértékben, és ugye mi arra készültünk, hogy maradunk, de ez a reggeli órákra úgy körvonalazódott, hogy sajnos már nagyon kevés az esély arra, hogy élő személy találjunk a romok alatt. Most már inkább ugye a fizikai munkára van szükség, ami ugye az erőgépekkel, az egyéb technikai eszközökkel, tehát nagyon szépen megköszönték, hogy ott voltunk, de úgy gondolták, hogy nagyon-nagyon minimális már az, hogy a kutyák találjanak valakit ott, és akkor már ugye ott volt az első csapatnak a szállítóeszköze, az a helikopter, ami vitte őket a repülőtérre, és akkor született meg az a döntés, hogy jó, akkor mi is jövünk velük. Tehát ennyi volt a háttérben, hogy az a kutató-mentő feladat, amiért mi kimentünk, az már, hogy ott majdnem a végéhez ért, végéhez közeledett. Ugye azon a héten az összes többi mentőcsapat is hazaérkezett, pontosan ezért, mert sajnos valamikor ki kellett azt mondani, hogy nagyon kevés az esély. Óraszám, napszám, mert ugye órában mérik, hogy mennyi időt tölt valaki a romok alatt. Gyakorlatilag ott már, amikor az összes mentőcsapatot, egységet kivonták, ott már csak azokat a munkálatokat fejezték be, ahol előtte való napokban még a kutyák adtak jelzést, és teljesen nemzettől, teljesen független, hogy kinek a kutyája adta a jelzést, ott már csak azokat fejezték be. És ugye a hazaérkezésünk után pár nappal ugye elhangzott a rádióban, és a török kormány is azt mondta, hogy már nincs tovább. Tehát már csak a romeltakarításra összpontosítanak, és akkor ugye hallottunk, olvastuk mi is, hogy csodaszámba ment, hogy 200, szinte 290 óra, vagy hogy volt-e, vagy utána is találtak. Igen, azért, mert lebontották fölül az épületet. Tehát már nem tényleges kutatás során találták meg a túlélőt, hanem mert egyszerűen lebontották már róla az épületet. Hányan lehetnek, akik egyébként még élnének, csak hát ott rekedtek a romok
alatt, mert hát ezt nem lehet tudni, mert gyakorlatilag ugye az épületek is, ahogy összeroskadtak, összedőltek, van, amikor így kártyalapként, dominolapként borultak egymásra, volt, amikor mi csak kapszulának hívtuk, tehát hogyha volt egy olyan rés, ahová, tehát ott tudott lenni a romok közé szorult, őnek ugye nagyobb esélye volt. De hogyha valami alá konkrétan beszorult, tehát akkor ott kisebb volt az esély, meg hát azt is figyelembe kell venni, hogy éjszaka tényleg nagyon hideg volt. Tehát egy bentrekedt embernek, de hát így is tényleg az a pár, akiről mi hírt kaptunk, hogy túlélték, tehát ők is egy hetet voltak gyakorlatilag bent a romok alatt. Hogy lehet azt túlélni? Tehát mind múlik az, hogy valaki még egy hétig a romok alatt elél? De szerintem inkább a túlélőktől kellene megkérdezni, mert ez mind fizikálisan, mind mentálisan szerintem ez nagyon összetett dolog lehet. Ugye a rengés az éjszakából hajnalba, tehát a hajnali órákba szerintem nagyon sok esetben, akik ugye elhunytak, nem is tudták, hogy mi is történt. Akik ugye érezték és elindultak, a hírek szóltak arról, hogy lépcsőházban rekedtek, tehát ők sem biztos, mert lehet, hogy kaptak egy olyan ütést, hogy elveszítették az eszméletüket, és akkor utána feleszmélni arra. Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, hogy mi tartotta azokat életben, akik még egy hét után is, vagy több mint egy hét után életben előkerültek. Gondolom, hogy nem csak élőket láttatok kimenekülni, hanem sajnos halottakat is, gondolom, hogy emeltek ki a szemetek láttára a romok közül. Érdekes, hogy úgy ténylegesen, fizikálisan holttestet nem dolgoztunk, nem kellett kiemelnünk, nem láttunk. Ami biztos, láttunk, de hogy nekünk nem volt úgy vele munkánk, hiszen nem az volt a feladat, ugye, hogy a holttesteknek a megkeresése. Egyfolytában, amennyire volt lehetőség, ugye a halottas kocsik azok jártak, folyamatosan gyűjtötték a holttesteket, de tényleg olyan helyeken voltunk bent, olyan romok között, hogy Isten igazából az úgymond utca forgatagát, nyüzsgését azt mi nem láttuk, ha láttuk volna sem azt figyeltük, hanem tényleg ilyen apokaliptikus látvány az, hogy most ez nagyon rossz közhely, született Kecskemétként hasonlítgatni a szeretett város részemet, ahol születtem, de egy negyed aradi vértanú tere egymás hegyén hátán összedőlve, és ugye a 6.-7. emelet magasságában dolgozik a kotrógép. Hogy nem azzal foglalkozott ott az ember, hogy most mit lát, vagy mire számítson, hanem tényleg ott a kotrógépek között bemenni a kutyákkal, leállítani a munkagépet, megállítani ott egy pillanatra az életet, hogy halljuk, hogy mi történik, és utána jött a jelzés, abban a pillanatban indultak a munkagépek, tehát így nem foglalkozik vele az ember, hogy nem foglalkoztunk vele, hiszen a feladat volt, az volt mindenek előtt. Mi volt a legmegterhelőbb, akár fizikálisan, akár lelkileg is nektek az ott létben, külön-külön kérdezlek titeket? Több minden dolog is van, ami ugye elég mély nyomot hagyott ez alatt az idő alatt, amíg kint voltunk, de ami bennem a legmélyebb nyomot hagyta az, amikor egy halkszavú török úriember odajött hozzánk segítséget kérni, hogy nézzünk meg egy területet, és ugye mentünk és néztük, és ő is ugye pozitív jelzést várt, hogy mondjunk valamit a területtel kapcsolatosan, akkor mi még nem tudtuk, hogy miért kérte a mi segítségünket, de amikor ugye Mogyi kutya átnézte a területet, és sajnos azt tudtuk neki mondani, hogy nincs élő emberre jelzés, utána megtudtuk, hogy az ő családját kerestük ott, hiszen ő azt az időszakot, azt az időpontot a munkahelyén töltötte, mert éjszakás volt, a családja viszont odahaza volt, és akkor találkoztam először ezzel az érzéssel, hogy elmondod neki, hogy nem tudjuk megerősíteni azt, hogy ott még van bent élő ember, és ezt is megköszöni. Tehát, hogy ezzel is, tehát a köszönetét fejezte ki, hogy akkor ő magában ezt így elraktározta, megpróbálja feldolgozni, de köszönte nekünk azt, hogy legalább mondtunk neki valami biztosat a bizonytalanban. És mit hoztál haza magaddal Törökországból úgy a lelkedben? Ugye már a beszélgetés során többször elhangzott az, hogy szeretet övezte az utunkat, a kint lévők tekintetében is, tehát az ottaniak, valamint amikor hazaérkeztünk, ugye akkor szembesültünk azzal, hogy többen is aggódtak értünk, de ami bennem nagyon körvonalazódott, hogy semmi sem természetes.
Tehát nagyon sok dolgot teljesen természetesnek veszünk, teljesen egyértelműnek, és ott a romok között kiderül az, hogy semmi sem természetes. Neked mi volt a legnehezebb, és te mi az, amit így hoztál magaddal? A legnehezebb az mégiscsak a szülői részről volt. Ugye, ahogy az utolsó címeknél dolgoztunk, kerestünk, ott mi is a törmelékeknek az átforgatásába, vagy azoknak a munkálataiba belekezdtünk, és egy X idő után tűnt föl, hogy nagyon sok gyermekjáték van a földön, és úgy, amikor befejeztük a munkálatokat, ugye mégiscsak egy olyan épületnek a tövébe dolgoztunk, aminek a fele volt leszakadva, és ahogy nézelődtünk, ugye gyakorlatilag majdnem azt lehet mondani, hogy szemmagasságban volt a negyedik emelet, és egyszer csak megláttam egy teljesen épp gyerekszobát, ahol bent voltak a bútorok, bent voltak a játékok, és láttuk a ruhákat is, tehát azért mondom, hogy ezt így szülőként azért így már nem tud elvonatkoztatni az ember. Nekem ez volt az, ami akkor és ott úgy megfogott, és magával ragadta az érzéseimet. Hogy mit hoztam magammal haza, úgymond, igen, ahogy az előbb is elhangzott, az a szeretet, ami az irányunkba volt, illetve én azért megpróbáltam szakmai szemmel is nézni ezt a beavatkozást, mert azért itt most az országból, ha jól tudom, 6 vagy 7 mentőcsapat vett részt, és ezáltal belekerült a mi egyesületünk is egy olyan szűk körbe, aki már elmondhatja magáról, hogy voltunk éles helyzetbe is, és inkább a technikai fejlődés része, az eszközöknek a beszerzése, amit tudjuk, hogyha ne adj Isten még egyszer sor kerülne egy ilyenre, akkor magunkkal tudjuk vinni, és ha olyan van, akkor a legalapabb közvetlen beavatkozásokat is meg tudjuk vele kezdeni, vagy esetlegesen a tényleges munkát végző mentő csapatoknak, ugye, akik a bontásokat végezték, azokkal közösen tudjunk beavatkozni. Akkor már csak a hazaérkezés van hátra, mert azért az is emlékezetesre sikeredett, nem csak a kint lét, mert egész fogadóbizottság várt titeket a reptéren. Igen. Azért nagyon jó eső meglepetés volt az, hogy ahogy fogadtak bennünket a reptéren, hiszen azért a polgármester asszony és a Salac László úr fogadott bennünket, a kisebb kecskeméti delegációt. Ott azért úgy jól esett, őszintén megmondom, jól esett magyarnak lenni, jól esett az a része, ahogy fogadtak, és tényleg az aggódás, meg az aggódással vegyes megnyugvás mindenkinek az arcán. De utána azért azt hozzá kell tenni, hogy a fáradtság, az én nevembe beszélve, a fáradtság azért a sokkal nagyobb úr volt rajtam. Én ott el voltam, elérzékenyültem a saját kis gondolataimmal, de azért őszintén megmondom, hogy egy fürdésre és egy kiadós alvásra vágytam azért nagyon. És akkor a kiadós alvás után azért még volt egy elég emlékezetes. A kiadós alvás után, ami végül is nem sikerült annyira kiadósan, hiszen jött az az ominózus csodaszámba menő telefonszám, és azért arra nagyon-nagyon jól esett mégiscsak fölébredni, hogy tényleg Úristen kézzel fogható idézőjelben úgymond termése van a munkánknak, hiszen azért a párt ki tudták emelni a romok közül, viszont délutánra a köztársasági elnökasszony várt bennünket egy állófogadással, köszöntővel a Sándor palotába, ahol azért jó volt látni azt a rengeteg magyar mentőcsapatot, mentőalakulatot, hogy egy emberként voltunk kint teljesen névtelenül, idézőjelben, arctalanul, hiszen mindenki a saját maga feladatát végezte, de ott mégis egyek voltunk. És nagyon-nagyon jól esett, és tényleg megható volt a köztársasági elnökasszonynak is a beszéde, hiszen azért anyaként is el tudta mondani az ő érzelmeit, és ahogy az előbb is mondtam, igen, voltak olyan pillanatok, amit egyszerűen már nem tud az ember szülőként nem észrevenni és nem aggódni. Világos. Ennyi volt. Világos. Azért az büszkeség, nem? Hogy... Jól esett, igen, kaptunk egy szép emléklapot, kiemelt helyre tettem el otthon a szobába, azért arra jól esik visszanézni. Hát köszönöm szépen, hogy akkor itt voltatok szépen velünk. Szépen. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A baon.hu podcastjában az Egy Csepp Tűz
önkéntes tűzoltó egyesület két alapító tagja, Kovács Andrea és Balázs István volt a vendégünk, akik a törökországi mentési munkálataikról tartottak beszámolót.